Amerikai katonák gyülekeznek Pozsonytól alig 50 kilométerre a Malacki Kuchinya légibázison. Szó sincs azonban arról, hogy megkezdődött volna Szlovákia amerikai megszállása. A katonák egy teherszállító repülőgépet vártak csütörtökön, amelyik Németországból hozott némi utánpótlást, élelmiszert és haditechnikai alkatrészeket. A hatalmas gépmadár rakománya az Egyesült Államok hadseregének második páncélos felderítő ezredét szolgálja majd, amelyik csütörtökön kora reggel érkezett Németországból Szlovákiába. Ez az alakulat 2014 óta kulcs szerepet játszik a kelet-európai szövetségesekkel közös hadgyakorlatokban. A Saber Strike, vagyis magyarul kardcsapás fedőnevű hadgyakorlatot 2011 óta rendezi az Egyesült Államok Európai Erőinek főparancsnoksága. Hasonló gyakorlatokat két évente szerveznek. Idén márciusban Szlovákián kívül Németországban, Lengyelországban, Csehországban és a balti államokban is folyik majd a hadgyakorlat. We've got 500 gépjárművel érkeztünk, összesen 1200 amerikai katona utazik Németországból a Lesti katonai bázisra ennek a rendkívül fontos gyakorlatnak a keretében, mondta a Paraméternek az amerikai katonai ezred szóvivője. A szlovák védelmi minisztérium eheti közlése szerint a gyakorlaton az amerikaiakon kívül a szlovák fegyveres erők közel 1300 tagja is részt vesz majd.